Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlévőt az Ode Tihany Illatok Háza ünnepélyes megnyitóján. Egy jeles alkalommal jöttünk itt össze, hosszas készülődés után elkészült az Illatok Háza, és át is adnám a szót az alapítónk egyikének, Nyárádi Zsoltnak, a Tihanyi Manufaktúra, a Tihanyi Levendula Manufaktúrától. Köszönöm szépen. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ez számunkra egy nagyon fontos nap. Fontos mérföldkő a mi vállalkozásunk és a Bitera Gyula alapítvány életébe, hogy a pandémia és az egyéb nehezítő körülmények ellenére sikerült idáig eljutni, és ünnepélyes keretek között megnyithatjuk a Ode Tihany márka illatok házát. Szeretném először is megköszönni mindenkinek a munkáját, a segítségét, hogy idáig eljutottunk. Köszönhet a Tihanyi Levendula Manufaktúra teljes csapatának, hogy kibírták mellettünk ezt a megpróbáltatásokat teli időszakot. Áldozatos munkájukkal közvetve vagy közvetetten segítették a megvalósulást. Együtt éltük át az elmúlt évet, bontás, felújítás, folyamatos újratervezés, alkotói feladatok. Nem volt könnyű. Személy szerint is ki szeretnék emelni néhány kollégát a csapatból, akik feladatoknál fogva napi részesei voltak a megvalósulásnak. Holán Éva a ház megálmodója, és folyamatos kontroll alatt tart ugye minden apró részletet. Köszönöm szépen Borbély Biankának a kiállítási anyag kutatását, az összerendezését, a folyamatos egyeztetést Évával, a tervező csapattal, a szövegírókkal, akik szintén itt vannak közöttünk. A teljes grafikai terv és a látványtervek, a hangulat Török Merinda és Bognár Vivian kolléganőknek az érdeme, a szövegek összeállítása pedig Újházi Csilla és Bárány Merinda munkája. Köszönöm nekik. Köszönhet a Bitera családnak. Itt üdvözöljük környezetünkben Bitera Miklóst és Bitera Tamást. Bitera Miklós az alapítványunk kuratóriának tagja, és majd ő is fog beszélt mondani. Köszönöm szépen Bitera Máriának, aki sajnos most nem tud itt lenni, aki Bitera Gyula menye, a bizalomért és a támogatásért, és amelyik megmaradt tárgyi emlékekért, amiket tőlük kaptunk. Köszönöm szépen az önkormányzatnak és polgármester úrnak a helyszínt és a felújítási támogatást, a tihanyi lakosoknak a sok-sok történetet, Salamonné Terikének az elkötelezett kapcsolatépítéseket köztünk és a helyi idős emberek között, akikkel sikerült interjúkat készíteni, dr. Koncz Máriának a folyamatos biztatást és az önkormányzati támogatás erőmozdítását, a Várpalotai Vegyészeti Múzeumnak, a Bencés Szerzeteslennek, a Gyógynövénykutatóintézetnek, a különböző levéltáraknak, könyvtáraknak a segítőkész hozzáállásukat. Nagyon sok ember önzetlen segítsége, akiket név szerint most nem sorolnék fel, mert szinte lehetetlen köszönet. Reméljük a köszönő táblán viszont látják a nevüket, amit a kilátáson látható. Próbáltunk mindenkit összeszedni. Mi 2009-ben jöttünk ide, és nyitottuk meg Tihany és az ország első levendula boltját, azzal a céllal, hogy felélesszük ezt a szunnyadó hagyományt. A kezdetekkor megfogalmaztuk Évával a küldetésmondatunkat, ami mindig iránymutat nekünk és segíti a feladatunk szisztematikus elvégzésében. Ez így hangzik. A tihanyi levendulát értékké emelni, általa egyetemes értékeket közvetíteni, bebizonyítani, hogy közösen képesek vagyunk világszínvonalat létrehozni, úgy, hogy ez örömmel és megelégedettséggel tölt el mindannyiunkat. Ezek nagy szavak, de mi tényleg ezek mentén munkálkodunk nap mint nap. Már az üzlet megnyitásakor nagyon sok bíztatást, dicséretet kaptunk, nem csak az idelátogatóktól, hanem a helyi emberektől, a nyaraló tulajdonosoktól, ami megerősített bennünket abban, hogy folytassuk a megkezdett munkát. Akkoriban a levendula szinte még csak szúnyadó kincse volt Tihanynak, nagy tradícióval ugyan, de a köztudatban szinte alig létezve. És már amit látunk. Egész Tihany erről szól. Hiszünk abban, hogy csak azt érdemes követni, ami valaki követhet hoz létre, ezért úgy érezzük, erre a munkára büszkék lehetünk. Itt szeretném megemlíteni polgármester urat, aki az első években szintén mellénk állt, hogy fejlődhessen az általunk képviselt projekt, hiszen nagy tervek is évek egyre, és hiszen ahogy teltek az évek, egyre több tervünk született a Tihanyi Levendula hagyományának népszerűsítések területén.
Elkezdtük kutatni Bitter a Gyula életét, munkásságát, a Tihanyi Leveló a telepítésével kapcsolatos információkat. Majd ahogy haladtunk, ebben a munkában megélelődött bennünk a Bitter a Gyula alapítványnak a létrehozása. Évekig tartó kutató munka következett, majd megismerkedtünk a családdal, akik szintén nagyon támogatóak voltak. Hogy ez mit jelent számunkra, vagy mit jelent számukra, majd gondolom Bitter a Gyula, unokaöccse és keresztfia, dr. Bitter a Miklós elmondja nekünk. Szeretnék még hangsúlyozni, hogy amit itt létrehoztunk, amit majd látni fognak hamarosan, az a saját erőfeszítésünk gyümölcse, igazából a csapatunk gyümölcse. Ez a mi gyerekünk, a látványtervektől, az anyagok összegyűjtésén át a kiállítás teljes létrehozása, aminek otthona ez a egykor romos műemléképület, amit az önkormányzat adott bérbe számunkra, és lehetőségeihez mérten anyagilag is támogatott köszönet érte. A teljes felújítás azért nagy részét saját erőből finanszíroztuk, részben családi kölcsönből, részben az üzleteink nyereségéből. Sajnos pályázati forrás nem sikerült elnyernünk. És végezetül szeretném, hogyha a Bitter a Gyula Alapítvány, mert hivatalosan is a teljes hagyaték szellemi örököse, Bitter a Mária Gyula bácsi menye által továbbra is meghatározó véleményformáló szereplője lehetne Tihany, Bitter a hagyományokra épülő jövőképének. Hiszen amire most a település jövőképet építhet, az Bitter a Gyula kitartó, elszánt munkájának köszönhető. Köszönöm szépen a figyelmüket, és felkérem fog. Igen, Miklós? Köszönjük Nyárádi Zsoltnak, a Tihanyi Levendula Manufaktúra alapítójának a köszöntő beszédet, és átadnám a szót Bitter a Miklósnak. Dr. Bitter a Miklós Gyula, aki elmondja a köszöntő beszédét a család és a Bitter a Gyula Alapítvány nevében. Köszönöm szépen. Először próbáljuk meg, hogy a hangom egyáltalán működik. Nem tudom, hallanak, vagy kellene emelni. De nagyon gyenge, elment a hangomba, úgyhogy akkor jó, köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, tisztelt vendégek, kedves házigazdák, Nógrádi Zsolt, Hollán Éva, Holnian, és munkatársai. Engedjék meg, hogy a Bitter a Alapítvány és a Bitter a család nevében szeretettel üdvözöljek mindenkit a mai napon. Nehéz feladat, Bitter a Gyula nagybátyám és keresztapámról valamit még összehozni és arról beszélni, mert munkájával kapcsolatban és egyáltalán személyével kapcsolatban nagyon sok közlemény jelent meg. Az egyik közlemény, ahol a végeredményben, ami az életrajza, sikerült átadnom, most nem tudom, hogy ki óhajt ebből kapni. Én nem óhajtott, vagy nem szerettem volna ezt részletesebben elemezni, miután már annyian ismerik és annyian olvasták. Jó magam, 1965-ben hagytam el az országot, és így Gyula bátyám, aki 1970-ben halt meg, tehát életének utolsó 4-5 évét már nem tudtam vele együtt tölteni. Kapcsolatunk nagyon jó volt, különösen azért, miután Budapesten a Németvölgyi úton laktunk, ő volt a Németvölgyi út elején, mi a Németvölgyi út közepén, és amikor én a Richter Gedeonból hazafele mentem a busszal, akkor este 10 óra után mindig ott leszálltam, és volt, amikor 3 óra körül kezdett, tudtam csak vissza, hazamenni, mert addig tudtunk beszélgetni. Tehát egy ilyen személyiség és ilyen ember sokat jelent az ember életébe, és én nagyon-nagyon sajnálom, mert hogyha gondolom, hogy 1965 óta nagyon kevés hasonló emberrel találkoztam. Vele kapcsolatban szeretnék még egy rövid történetet elmondani. Édesapám, Bitter a Jenő,
Ugye mégis? Jó, kösz szépen. Tehát Bittera Jenő hagyatékába találtam egy noteszt, melynek jelentőségét csak pár hete ismertem fel. Apám az első világháború alatt az elején orosz fogságba került, 4,5 év szibériai fogságával megszökött, Kínán, Japánon és az USA-n keresztül New Yorkból tért haza, és vele kapcsolatba és Gyulával kapcsolatba került már elő egy notesz, amiben a Gyulának és édesapámnak a kapcsolata is nagyon érdekes módon jelenik meg. Nagyon gyorsan meg kell említeni, hogy Gyula bátyám annak idején a Magyar Hitelbank kaposvári illóolajgyárának volt az igazgatója, és apám szibériai nyaralása után a Magyar Hitelbank, a Budapesti Magyar Hitelbank, bocsánat, mert néha fordítanom kell, ami nincs leírva, a Budapesti Magyar Hitelbank főpénztárosa és devizapénztárosa volt. A jegyzetbe, amiről sajnos kértem, de még nem sikerült fotokópiát készíteni, a jegyzetbe számos nagy név mellett, akkori nagy név mellett, Augustin Bélának, például Rafai Sándor püspöknek, stb. Körülbelül 30 embernek kezelte a pénzét. Ez egy nagyon érdekes dolog számomra, mert Gyula bátyámnak az indulásához kellett, ez volt az egyik, és a másik pontosan édesapámnak, a Jaros és Bittera vállalat cégnek a megalapítása is pontosan erre az időre esik. A vállalat nem csak Budapestre, Magyarországon, székhelye Hágába volt. Na, hadd fordj röviden. Na most körülbelül 8 éve, a Tihanyhoz szeretném azt hozzáfűzni, hogy 65 előtt egyszer sikerült munkatársaimmal Tihanyba eljutni, és sikerült egy délután körbejárni a félszigetet. Hát amire ma körülbelül 10 méter jutna az erőmből. Tehát nem tudnám megismételni. Ahhoz, ez is 8 éve, tehát 8 éve körülbelül, tehát ez is hozzátartozik a történethez. Egy nagyon kedves, szép kis üzletbe tértem be, ahol föltettem a kérdést, hogy tudják-e, hogy a levendulát kihozta Tihanyba. Akkor született meg az ismeretség és a barátság Zsoltékkal. És azóta, megmondom őszintén, szinte lépésről lépésre láttam, hogy milyen hihetetlen ügyességgel, erővel dolgoztak azon, hogy ez a múzeum emlékhely megnyitasson. Szeretném azt is megemlíteni, hogy a tihanyi csatangolásaim alatt Tósoki polgármester úr is megajándékozott egy Tihany könyvvel, amiben Gyula bátyám először szerepel. Pár fényképem készült még a Lepárlónak a régi helyéről. Tehát a tihanyi kapcsolataim nem így családi és emlékhely, hanem az, hogy, bocsánat, de hát a hang nem jön, hanem az is, hogy valahogy
úgy érzem, hogyha ide jövök, hogy hazaérkezem. Szeretném megköszönni a már előttem szóló, bocsánat, csak keresem a hangom. Szeretném megköszönni Nyárádi Zsoltnak, Hollán Évának és munkatársainak ezt a fantasztikus munkát, amit hogyha remélek, vagy remélem, hamarosan megtekinthetünk. Nagyon szépen köszönöm, mindenkinek, hogy eljöttek, és már így mondom, a Zsoltéknak és családjának szeretnék nem csak, hogy külön gratulálni, hanem szeretném azt, hogy életüket továbbra is így tudják folytatni, ahogy ezelőtt 10 évvel, mert azt hiszem nemrég volt a jubileumuk, hogy életüket így tudják folytatni. Nagyon szépen köszönöm. Elnézést, hogy a hangomat nem találtam. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen ezt a csodálatos beszédet dr. Bitera Miklós Gyulának. És hát elérkeztünk egy ünnepélyes pillanathoz, és szeretném felkérni Túrsuki Imre polgármester urat, hogy fáradjon ide, és nyissa meg a kiállításunkat, illetve az illatok házát. Kedves Éva, kedves Zsolt, tisztelt Bitera család, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégek, kedves tihanyi hölgyek, örülök, hogy a Levendula Klub is itt van a megnyitó ünnepségen. Mindenkit nagy tisztelettel köszöntök. Tihany ma egy újabb nevezetességgel gazdagodott. Méghozzá egy olyannal, amely egyszerre gyarapítja Tihanyt egy helytörténeti kiállítással és egy felújított műemléképülettel. Így egyszerre szolgálja a település múltjának megismerését, a helyi hagyományok ápolását és az ismeretterjesztést is. A Magyar Műemléki Leltár ezt írja az épületről, ahol most állunk. A bejáratnál egy régi épületrész, az eredeti kevésbé gondozott, hátul az udvarban átépített, szinte újszerű nagy lakóház. Aki emlékszik az itt álló lakóházra, az tudja, hogy a kevésbé gondozott mit is jelentett valójában. Gyakorlatilag egy többször átépített lakóházat, amely nem csak elhanyagolt, de jellegtelen és érdektelen is volt. Aki látta, az sokáig gondolkozhatott azon, vajon milyen rejtett műemléki értékei lehetnek. Nem kis anyagi áldozattal, melyből az önkormányzat is részt vállalt, sikerült felújítani. De talán az anyagi forrás előteremtésénél is komolyabb feladat volt a romokból környezetbe illő, anyagában is hiteles épületet varázsolni. A felújításnak köszönhetően vált a ház olyan helyé, amely alkalmas a tihanyi levendula meghonosítójának emlékét őrizni, munkásságát bemutatni. Hollán Éva és Nyárádi Zsolt igényessége mutatkozik meg itt mindenben, és a kiváló minőségre való törekvés látszik mindenen, amihez csak nyúlnak, legyen az kiállítóhely vagy termék. Gyakran hivatkozunk Bitera Gyulára. De eddig nem volt Tihanyban olyan helyszín, ahol életét, gyógynövénykutatói és ipari tevékenységét megismerhettük volna. Most a nevét viselő alapítvány jóvoltából és erőfeszítéseinek köszönhetően nem csak az itteni eredményeit ismerhetjük meg, hanem az illó olajgyártásban és kutatásban játszott úttörő szerepét is. Bitera Gyula a levendula meghonosításával kitörölhetetlen nyomokat hagyott Tihany történelmében. Olyan nyomokat, amelyek nem csak a múltba vezetnek, hanem a jövőbe is. A levendula ugyanis nem csak Tihany múltjához tartozik, hanem jelenéhez, és minden bizonnyal jövőjéhez is. Ő rakta le azokat az alapokat, amelyekre a tihanyi levendula gazdasági jelentősége, kulturális vonzereje és imás formáló ereje is épül.
Büszkék lehetünk arra, hogy születésének 128. évében Tihanyban avathatjuk fel a kutatóhelyként is szolgáló állandó kiállítást. Legyen ez a hely a jövőben a turisták és a levendula rajongóinak megkerülhetetlen célpontja, és egyben Tihany hiánypótló, helytörténeti nevezetessége. Köszönjük, hogy az alapítvány és a Tihanyi Levendula Manufaktúra elhivatottan, elkötelezetten végezték az alapítói feladatokat a közösség javára. Példájuk, elhivatottságuk és elszántságuk nélkül ma itt csak egy vállalkozást ünnepelhetnénk, nem pedig egy közösséget is szolgáló új intézményt. Gratulálok nektek, köszönöm szépen, örülök annak, hogy az önkormányzat is részese lehetett valamilyen formában ennek a fejlesztésnek, és büszke vagyok arra, hogy ebben az önkormányzati intézményben egy ilyen fantasztikus létesítmény jött létre. Köszönöm nektek, és köszönöm önöknek a megtisztelő figyelmet. Köszönöm szépen.